A Hiéroteosz Egyesület biztosított helyszínt a Magyarország az üldözött keresztények védelmében című ifjúsági találkozónak. A rendezvényen elhangzott, a világon számtalan országban, ahol kereszténynek lenni nem olyan biztonságos, mint Európában. Tőlünk a vértanúság az nagyon távol van, bár a kommunizmus idején itt is voltak olyan atyák, akiknek a vértanúságot is vállalni kellett, de a mai modern európai keresztény embertől ez távol van. Ehhez képest vannak olyan hit sorsosaink, akiktől ez nincs is olyan távol. Azt gondolom, hogy fontos az ő sorsukról beszélni, és Magyarország ebben is jól teljesít. Magyarország kiáll az üldözött keresztényekért, és azt gondolom, hogy fontos, hogy mi is beszéljünk erről. Kocsis Fülöp érsek metropolita beszédében kiemelte, a kereszténységre mindig jellemző volt az, hogy támadják, ez az egyház egyik ismérve. Többször járt a Közel-Keleten, állítása szerint az embereknek téves ismeretei vannak az ott zajló eseményekről. Látogatásai óta még inkább próbál segíteni az ott élő embereken. Véleménye szerint az együttérzés az, amivel mindenki tehet az üldözött keresztényekért. Együtt kell érezni. De sokkal több, mint az, hogy jaj, hát rájuk gondolok, vagy nem tudom, micsoda. Az együttérzésnek ereje van. És ezt én láttam ott kint, az ottani emberek arcán, szavain keresztül, és ezt próbálom én magam is Magyarországon, sőt, idegen nyelvű híradásokban, amennyire eljut ez a hang más médiákon keresztül, médiumokon keresztül mindenkihez eljuttatni, hogy tudunk tenni, és hogyha él bennünk ez az együttérzés, akkor adott esetben, ha a tettek mezeire kell lépni, akkor is tudni fogom, hogy na most mit kell tennem, akár támogatással, segélyezéssel, befogadással. Az alap hozzáállás az ez az együttérzés. A Hungary Helps Magyarország humanitárius programja. Több módon próbálnak ezen keresztül segíteni az üldözött keresztényeknek. Diplomáciai fórumokon kiállnak az érintett hívők érdekei mellett, háború utáni életmentő újjáépítési feladatokat is ellátnak például Szíriában, Irakban és Libanonban, de nem csak a Közel-Keleten aktívak, Nigériában és Egyiptomban is próbálnak segíteni, ahol leginkább terrorista szervezetek támadásainak és népirtásnak vannak kitéve a keresztények, közölte Azbej Trisztán államtitkár Mária Pócson. 2017-ben a Hungary Helps program két fő célkitűzéssel indult. Az egyik a migráció megelőzése helyben való segítéssel, azon a helyen való segítéssel, ahonnan a migránsok elindulnak. Az a célunk, hogy szülőföldjükön meg tudjanak maradni, és ezáltal Magyarország és Európára kisebb migrációs nyomás háruljon. Ez az egyik célja. A másik célja pedig kiemelten az üldözött keresztények megsegítése. A kereszténység a világon a legüldözöttebb vallás. Több mint 80 országban szenvednek súlyos, hátrányos megkülönböztetés, és több mint 200 millió hívő embert érint ez, és mi úgy gondoljuk, hogy már csak alapvető emberiességből, meg azért is, mert Magyarország egy keresztény kultúrájú ország, erkölcsi kötelességünk feléjük fordulni. A Hungary Helps programot egyre többen támogatják és keresik fel, közölte az államtitkár. Bárki csatlakozhat a kezdeményezéshez adománnyal vagy felajánlással. Idén pedig egy önkéntes programot is indítanak, amihez a közösségi oldalakon keresztül lehet csatlakozni.